Jó estét kívánok, ez itt a Gyöngyös Ma Televízión közéleti magazinja. Az első részben az ingatlanokról lesz szó. Hány ingatlan cserélt gazdát, melyek a keresettebb ingatlanok, a kertesházak vagy éppen a lakások, mennyire befolyásolta mindezt a hitel, mennyire befolyásolta mindezt az energiaár. Erről fogunk beszélgetni Tóth Zoltán ingatlan szakértővel. Szia Zoltán! Szervusz Gábor! Legutóbb, amikor itt voltál, akkor még kezdetleges volt az, hogy mi várható majd a kirobbanó energiaárak miatt. Azóta már egy kicsit csillapodott a kedély is. Mit láttatok ez alatt az időszak alatt a lakáseladásokat illetően? Bent ragadtak, nem ragadtak, keresték? Hát a tavalyi év végéhez képest lényegében mi folyamatot láttunk, hogy csökkenő tendenciába indult el az ingatlanpiac. Ez nagyságrendileg igazolódott is 2023 első negyedévében. Azt lehet mondani, hogy a legtöbb ingatlannál, aki el akarja adni az ingatlanát, annak sajnos csökkentenie kell az árakat. Az elmúlt 5-6 év tendenciája, tehát hogy egyre magasabb árakon adtuk el az ingatlanjainkat, ez már nem jellemző, akár házakról, akár beszélünk így Gyöngyösen vagy környékén. Mondod azt, hogy csökkentenie kellett az eladási árat sokkal? Hát ez nagyon változó ingatlan típusonként. Azt lehet mondani, hogy nagyjából egy ilyen 5-10%-on belül, de természetesen ez sok tényező befolyásolja. Ha valakinek nagyon sürgős, ott természetesen akár extrémebb mértékben is kellett csökkentenie, de azt lehet mondani, hogy inkább egy ilyen 10%-on belüli volt még a csökkenés. Elmondható, hogy benyomták a féket az energiaáraknál? Részben az energiaárak, valamint a hitelügyintézések is. Tehát az ingatlan piacot jelenleg azt mondhatjuk, hogy a készpénzes ügyfelek mozgatják. Viszonylag, nagyobb mértékben csökkentek a hitelügyintézések az ingatlanhoz kapcsolódóan, és az elmúlt időszakot nagy mértékben, majdnem 60-70%-ban is azok az ügyletek mozgatták, ahol hitelt is vettek fel az ügyfelek. Itt most említetted ezt a hiteleket, de beszéljünk akkor az inflációról, mert nyilván ez is hatással volt akár az eladásra, akár a vételárra. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy igazából aki nem emelt árat, nagyjából az infláció mellett az is csökkentett, ilyen mértékű infláció mellett. Az emberek is, azt láthattuk így az elmúlt, hát közel fél év során, amióta elindult ez a csökkenő tendencia, hogy próbáltak inkább kivárni az adott szituációban, aki megtehette természetesen, hiszen akinek költöznie kellett, eladta az ingatlanát, annak másikat kellett néznie, ezt tehát mozgatta azért bizonyos mértékig az ingatlan piacot. És akinek etyegett az óra, mert mondjuk fölvette a csokot, vagy bármi olyan babavárót, hogy nem volt más választás, mint belevágni? Hát a csokot alapvetően igaz a ingatlan vásárláshoz kellett fölvennünk, tehát összességében, tehát lényegében a fiatalabb pároknál azért ez még egy mozgatórugó a csok. Persze azért azt lehet mondani, hogy most már azért az 5 milliós tételben vásárlásilag nem nagyon lehet ingatlan találni még vidéki falvakba se. Tehát ha Gyöngyös környékén is szétnézünk, még egy felújítandó ház is általában 10 millió forinttól kezdődik, ami nem szerkezeti hibás. És akkor utána még jön a java, mert hogy fel kell újítani, és arra is kell fordítani. Az építőanyagárak sem olcsóak. De beszéljünk arról, hogy mi a tapasztalatod, mit keresnek inkább, vagy mit kerestek inkább, és most mi a jellemző, a családi ház, vagy a lakás? A legutóbbi beszélgetésünkön tavaly év végén igazából inkább a lakások iránt érdeklődtek itt a térségünkben is. Ez még főleg valószínűleg annak lehetett betudni, hogy az ilyen rezsinövekedés mellett a különböző híreknél nem tudták az emberek, hogy mi várható. Most már azért megérkeztek a számlák, mindenki látja az adott fogyasztást, illetve hogy milyen számlákat várhat. Most már azt lehet mondani, hogy hasonló arányban, ugyanúgy, mint régebben is a piacon, a lakásokat és a házakat is egyaránt keresik. Tehát igaz azt lehet mondani, hogy ez a súly, ami a lakások felé tolódott egy picit a tavalyi végén, az egy kisebb mértékben, de kiegyenlítődni látszódik. Tehát akkor komfortosabb, kényelmesebbnek tűnt ez a lehetőség. Beszéltünk itt már az inflációról, arról is az elején, hogy mennyire kellett engedni az árakból, vagy éppen mennyire kellett alkalmazkodni a különböző banki dolgokhoz. A hitelekről még nem beszéltünk, mennyire jellemző az, nyilván jellemzőbb, mert mondtad, hogy 60-70% a készpénzes ügyfelek mozgatták a piacot, de aki hitelt szeretne felvenni, az is elbátortalanodott az elmúlt időszakban.
Így van, hiszen azért azt lehet mondani a jelenlegi körülmények között, hogy a piaci kamatozású lakáskölcsönök általában 8-10% között mozognak, természetesen bank és hitelkonstrukció válogatja, és azért ebben a mértékben általában példának egy 20 milliós kölcsönt szokták példának hozni. Itt régebben mondjuk egy ilyen 4-5%-os hiteltörlesztés mellett nagyságrendileg olyan 30 millió forint körül kellett visszafizetni, ez most már inkább a 40 millióhoz kapcsolódik, tehát szinte azt lehet mondani, hogy a dupláját kell visszafizetni, és azért a jelenlegi piaci árakon, azt mondani, hogy valaki egy nagyobb családi házat szeretne, vagy egy jobb állapotú családi házat vásárolni, azért a 10-20 millió forint lakáskölcsön gyakori volt eddig az időszakig. Tehát valószínűleg az lehet egy következő tendencia, hogyha valamikor, ezt természetesen senki sem látja jelenleg még a piacon, a lakáskölcsönök csökkennének. Viszonylagosan igen, legalább mérséklődnének, de azért most már láthatjuk itt a térségünkben is, hogy az elmúlt fél éve próbáltak kiverni az ügyfelek, most már azonban akinek sürgős, akár még ilyen kamatok mellett is elgondolkozik a hitelfelvételen. Zárásul még egy kérdés, több éve foglalkozol ingatlan, becsléssel ingatlan szakértőként minden fél évvel. Hogy látod a 2023-as év alakulását? Most értékeltük egy kicsit a telet, nyilván adott okoknál, indoknál fogva, most vagyunk a tavaszban. Ilyenkor, mikor látjátok már az alakulást, meg csak mész ügyfelekkel, akkor mi a tendencia? Hát alapvetően az ingatlan piacot nagyjából egy hullámnak lehet elképzelni. Tehát vannak mélypontok, meg magaslati pontok. Most inkább a mélypont felé megyünk, tehát azért jelenleg egy csökkenő tendencia várható így minden bizonnyal, de akár egy bármilyen piaci változás, akár egy külső körülmény, egy kormányzati támogatás pár hónapon belül is megváltoztatja ezt a trendet. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál és tájékoztattál minket. Köszönöm szépen is a beszélgetést. Kedves nézőink pedig maradjanak velünk, mert folytatjuk dr. Benkő Bélával, a TDM elnökével.